5,8 milliárd forintra pályázhatnak a házi orvosi praxisok és praxis közösségek a három generációval az egészségért elnevezésű programnak köszönhetően. A célok között szerepel a hatékonyabb feladatellátás és a prevenció is. Köszöntöm a stúdióban dr. Sors Zoltánt, a Magyar Orvosi Kamara megyei elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük talán azzal, hogy mitől három generáció? Hát három generáció, miután az unoka, a szülő, illetve a nagyszülő is bevonásra kerülhet az adott programba, hiszen a program megcélozza a gyerekpraxisokat és a felnőtt praxisokat, és hát a falusi környezetben pedig a vegyes ellátást biztosító, mind gyerekeket, mind felnőtteket ellátó praxisokat is. És mindegyik korosztály megcélzásra kerül a prevenció kapcsán, ezért beszélünk a három generációs programról. Mik a fő célok, illetve pár évvel ezelőtt már azért beszéltünk praxis közösségekről. Mi a különbség a között, a program között, meg e között? Ugye valójában korábban volt az úgynevezett svájci modell, aminek a tovább gondolása volt a múlt évben kihirdetett praxis közösségi pályázatok, amelyek elég sok kötöttséget tartalmaztak, és az én tudomásom szerint a megyében sem nagyon sikerült elindulni senkinek sem ezen a praxis közösségi pályázaton, nagyon nehéz volt összerakni az elemeket. Finanszírozási probléma ma volt vele, illetve elég sok kötöttséget tartalmazott. És elég hamar zárásra is kerültek ezek a pályázati lehetőségek, és vártuk jó ideje, hogy esetleg újra nyílnak ezek a lehetőségek, hiszen számos kollega van, aki szívesen vállalkozik a mindennapi ellátás mellett többletfeladatok ellátására is, amennyiben arra lehetőség van. Most az év elején került kiírásra ez az új program. Ez picit a praxis közösségi pályázatok mintájára, csak azoknak talán a kötöttségeit egy kicsit kevésbé magánviselve. Valójában ugyanaz a célkitűzéssel, hogy a nagy népegészségügyi problémát okozó betegségcsoportok, az elhízás, a daganatos megbetegedések, a tüdőrák, a cukorbetegség, ezekben a témakörökben, szíves érrendszeri kardiovaszkulás betegségek, ezekben a kérdéskörökben, vagy ezekben a betegségcsoportokban eredményt érjünk el a korábbi felismeréssel, akár edukáció, akár szűrés területén, és a korábban kezelésre kerüléssel, és ezzel a később kialakuló szövődményeknek a csökkentésével. Kik azok, akik ilyen praxis közösségeket alakíthatnak? Valójában ez minden háziorvos számára nyitott, ez a lehetőség. A egyetlen kötöttsége van, hogy legalább 5 háziorvosnak úgynevezett konzorciumban kell együtt dolgozni. És ez lehet vegyesen gyermekpraxis, meg felnőtt praxis is? Így van, tehát lehet akár egy tisztán gyerek konzorcium is össze tud állni, legideálisabb, hogyha van benne gyerek és felnőtt ellátás is, de csak felnőtt háziorvosok is alkothatnak egy ilyen együttműködési szövetséget, hívjuk ezt konzorciumnak, a pályázat is így hívja, és ezen együttműködő háziorvosok közössége határozza meg azokat a szakmai célokat, amiket együtt szeretnének elérni a pályázat időtartama alatt. Ezeknek a nagy népegészségügyi betegségcsoportoknak a praxisban való hamarabbi felismerése, illetve kezelése szempontjából. Mondhatunk példákat, hogy mondjuk mire szövetkezhetnek ezek a praxis közösségek, és egyáltalán milyen pénzből mit finanszírozhatnak? Sok mindenre ad lehetőséget az eszközbeszerzés, tehát a szűrővizsgálatok segítését elő segítő eszközök beszerzésén túl, edukáció, szakemberek, praxisban nem dolgozó egészségügyi szakemberek, dietetikus, gyógytornász, egyéb más egészségügyi szakembereknek a bevonása, pszichológus bevonása, mint ahogy a korábbi praxis közösségi pályázatokban is benne volt. Igazából ebben egy picit nagyobb szabadságot ad a jelenlegi pályázat, mint a korábbi praxis közösségi pályázatok, legalábbis az első olvasatra számomra ez így jött le. Ezen lehetőségeken belül maga a praxis közösség, vagy hát konzorcium, a háziorvosoknak a szakmai közössége határozza meg azt, hogy milyen célokra allokálja ezt a rendelkezésre álló forrást. Mennyire nyitottak erre a házi orvosok? Mi az, amit tapasztalnak eddig?
nem vagyunk egyformák, de azt látom, hogy a praxis közösségi pályázatokkal szemben, tehát a praxis közösségi pályázatok kapcsán felmerülő érdeklődés, az eléggé széles körű volt a kollégák részéről, mind itt Nyíregyházát, illetve mind pedig a megyében több helyről hallottam, hogy kollégák ebben megpróbáltak együtt dolgozni és együtt gondolkodni. Én azt gondolom, minden háziorvosban él a vágy arra, hogy kicsit többet nyújtson a betegeinek, mint amennyit a szűkre szabott rendelési idő lehetőséget biztosít. Ennek sokszor a korlátja az az, hogy nincsen meg az az erőforrás, és nyilván nincsen meg az a szakmai plusz, amit esetleg más szakemberek, vagy pedig az eszközhiány ad, mint lehetőség. És ezt, hogyha valamilyen módon sikerül kiegyenlíteni, vagy ezt a hiányosságot sikerül pótolni, akkor a kollégák többsége, én azt gondolom, hogy nyitott erre a lehetőségre. Említette, hogy azért ez egy picit talán szabadabb lehetőség, mint annak idején a svájci modell. Igen. Tehát, hogy ez lehet, hogy az érdeklődést is e felé irányíthatja? Igen, határozottan. Én azt gondolom, hogy könnyebb ebbe a pályázatba belépni, hiszen nem feltétlenül szükséges az együttműködés az önkormányzatokkal, mint ahogy korábban ez előírás volt, vagy szinte lehetetlenné tette a pályázást, hogyha nem történt az együttműködés, meg és nem a vezetője a pályázatnak, nem az adott önkormányzat volt. Illetve ugye azóta fölálltak már ezek az egészségfejlesztési irodák is, amik akkor még csak felállóban voltak, amikor a praxis közösségi pályázatok voltak az elmúlt évben, és az egészségfejlesztési irodáknak esetleg a múlt évben szerzett tapasztalatait is fel tudjuk használni, és egy picit már lendületben esetleg hozzájuk csatlakozni egyes programokban. Talán ez is előnyt jelenthet az igénybevétel szempontjából. Hogy állunk szakemberekkel? Van annyi egészségügyi szakember, és nem csak orvosra gondolok, hanem akikkel szeretnének esetleg együttműködni ezek a praxis közösségek, hogy tudjanak szerződni? Ezzel mindig az a nehézség, hogy ugyanúgy, ahogy az orvosokat illetően igaz, ez a szakembereket illetően is igaz, hogy ahogy a centrumtól, a megyeszékhelytől távolodunk, ezeknek a szakembereknek a száma bizony csökken, mint ahogy az orvos szám is csökken. Jelenleg is ugye 20 betöltetlen praxis van, javarésze a Berekben, nem annyira Nyíregyházán vagy környékén. Ugyanez a probléma felállhat, vagy előállhat ezekben a pályázatokban is, de talán pontosan az, hogy eddig egyáltalán nem volt, vagy illúzió volt azt gondolni egy beregi házi orvosnak, vagy házösi közösségnek, ugye itt arról beszélünk most, hogy ő be tudjon vonni szakembert, hiszen nem volt ennek meg a financiális forrása. Itt meg adott a lehetőség, hogy tudnak élni vele, és meg tudják-e szólítani akár nem a területükön dolgozó szakembert, és időszakosan bevonni az ő szakmai munkájukba. Ez erre a konzorciumra, erre a háziorvosi közösségre. Mennyi pénzre pályázhatnak ezek a konzorciumok? Legalább 5 háziorvos együttműködésével 50-80 millió forint közötti összegre, ha jól emlékszem a kiírásból. És ez mennyi időre szól ez? Körülbelül másfél éves időtartam, másfél-két éves. Ezek szerint ez talán lehet megoldás egy kicsit a betöltetlen háziorvosi praxisok működésére is? A praxis közösségi pályázatok kapcsán ez egyértelmű elvárás volt, hogyha olyan konzorcium pályázott, hogy amelynek a területén volt betöltetlen praxis, hogy ezt vonják be. Egy picit azt a célt is szolgálta a praxis közösségi pályázat, hogy ezzel a környékben lévő praxisok valamilyen módon ellássák. Vegyék át az azon a területen élő és ellátatlan betegeknek az ellátását. És itt is, itt ugyan úgy emlékszem, ez nem elvárás, de hát értelemszerűen bevonásra kerülhetnek ezek a ellátatlan területek is, és segítheti esetleg ezeknek az ellátását. Dr. Szór Zoltán, szívesen beszámolunk majd ennek a programnak a sikeréről is. Szívesen jövök akkor is. Köszönjük, hogy befáradt hozzá.